Március 23-án sor került a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központnak otthont adó épület átadására. A rendezvény szalagvágással vette kezdetét, majd Potápi Árpád János magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet. Ezután Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke, valamint Nagy István, az iskola igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. Két stratégiai partnerünk volt folyamatosan. Az egyik az Úristen, a másik pedig a magyar kormány. És amikor rájöttünk, hogy az önmagunk munkáján túl csak rájuk számíthatunk, akkor valamilyen szinten tisztába kerültünk önmagunkkal. Tehát azt a kis vándorbatyút, amit fölvettem 2013-ban, amikor elindultam, és később rájöttem, hogy ebből a kis vándorbatyúból egy nagy terhes zsák lett a hátamon, sokszor letettem volna, megmondom őszintén, de akkor rájöttem, hogy a felelősség akkora, hogy már nem tehetem meg, hogy letegyem, mert bíznak bennem. A történelmi egyházak nevében Géresi Róbert, a szlovákiai református keresztjén egyház püspöke, és Vakles Attila, szesztai görögkatolikus parókus kért áldást az új épületre és a helyi közösségre. Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános, az intézmény lelki vezetője áldotta meg az iskolát és a jelenlévőket. Az ünnepségen felléptek az intézmény növendékei, valamint énekelt a Vox Columbelle vegyeskar. A kor követelményeinek megfelelő óvoda, alapiskola és gimnázium összesen 400 diák befogadására alkalmas. Egy mérföldkőhöz érkeztünk, egy újabbhoz, azzal, hogy adtuk az iskolát rendeltetésének, mi már beköltöztünk a gyerekekkel. Nagyon jók a visszhangok, jól érzik magukat, a jót könnyű megszokni. Innentől kezdve indul a lelki építkezés. A motivációnk az nem e földi volt. Én úgy gondolom, hogy egy küldetést kaptunk, amit véghez kellett vinnünk, és nem is volt kétség bennünk soha, bennem biztos, hogy nem, hogy ez jó-e, amit csinálunk, vagy pedig nem. Nyilván voltak kételkedők, de többen voltak azok, akik mellénk álltak, és azt mondták, hogy igen, ezen az úton kell tovább haladnunk. Egy-két évvel ezelőtt elindítottuk, ami az oktatást illeti, a sakkpalota programunkat, a Lego Matek programunkat. Nagyon szeretném testnevelő tanárként beindítani a mindennapos testnevelést, és úgy néz ki, hogy növünk, gyarapszik a lélekszámunk. Nagy valószínűséggel jövőre a két óvodai osztály mellé nyitunk még egy harmadikat, és az sem kizárt, hogy paralel, tehát dupla első osztályt nyitunk az elemi elsőben. A Jövőért Alapítvány által építtetett iskola a felvidék legnagyobb ilyen jellegű beruházása, összköltsége 8,8 millió euró. A magyar kormány támogatásának köszönhetően valósult meg.